Új utak épülnek a paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódva, de nem csak a közlekedési fejlesztésekben érzékelhető az, hogy innen nem messze, hamarosan megépül az új erőmű. Az elmúlt időszakban több a blokkok építéséhez, szereléséhez szükséges épület is megkapta az Országos Atomenergiai Hivatal építési engedélyét. Ezeknek már a kivitelezése is zajlik. Épülnek az irodaépületek, zajlik a csarnoképítés, tervezik a víziközműveket. Látni, hogy kinyílt a tér, látni már a újonnan épült épületeket, látni a bekötő út négysávosítását, akkor be lehet hajtani az észak-déli között elmenni, ott is elég nagy közműfejlesztések vannak. A jelenleg üzemelőket felváltó két blokk létesítésével kapcsolatos munka tehát jó ütembe halad, fogalmazott Süli János. Ősszel várhatóan a létesítési engedélyt is megkapják. A szakembereknek ezen kívül az új blokkok beüzemeléséig további több ezer engedélyt kell beszerezniük. Süli János azt mondja, minden elegyütt mintegy 14 ezer engedélyről van szó. A gyártási folyamat kezdetétől az alapanyag kiválasztásig mindent a paksi személyzetnek Paks 2 műszaki gárdájának ellenőrizni kell. Ezeken az ellenőrzéseken az OAH és Országos Atomenergiai Hivatal is részt vett. Tehát így van beépítve, a folyamatban van beépítve, hogy jó erőművet építsünk. Rövidesen tehát elkezdődik a paksi blokkok kivitelezési tervezés fázisa, és az új blokkok egyes építményeinek engedélyezési dokumentációja. A területen mintegy 120 létesítmény lesz.